A Torontálvásárhelyi Mósa Piáde Általános Iskola harmadik alkalommal pályázott sikeresen nyílászárók cseréjére a tartományi oktatási titkárságnál. A biztonság szempontjából óriási jelentősége van, illetve az esztétikai kinézete is az iskolának sokkal-sokkal szebb az elmúlt években, amióta ezt a pályázatnak köszönhetően sikerült az ablakokat kicserélni, illetve a folyosók nagy ajtait és nagy ablakait is. A Bács-Fekete-hegyi Nikola Gyurkovics Általános Iskola 2,7 millió dinár támogatást kapott, amit a padlózat felújítására fordítanak majd. A parkettákat még 1979-ben rakták le, azóta egy kis felújítás történt, újra lakkozás, de egyébként ugyanazok a parketták vannak, amelyek akkor voltak az iskola beüzemeltetésénél, úgyhogy ez nagyon jól fog jönni, hogy meg tudjuk felújítani az iskolának a padlózatát. A 175 millió dináros keretösszegű pályázatra 235 oktatási intézmény jelentkezett. Majdnem 1 milliárd dinár értékben érkezett hozzánk pályázat, és ennek következtében nagyon nehéz volt mérlegelni, melyik iskolákat támogatjuk, melyeket nem. Tehát megközelítőleg azt mondhatom, hogy 60 iskolát, intézményt tudtunk támogatni, ebbe belefoglaltuk természetesen az iskolás kör előtti intézményeket is, az általános iskolákat, a középiskolákat és a diákotthonokat is. Az iskolák felújítási munkálatait 2016 óta támogatja pályázatokkal az oktatási titkárság, mondta el Igor Mirovics, a tartományi kormány elnöke. Od 2017-te 506 milliona smo usmerili prema osnovnim školama, 200 miliona prema srednjim školama, prema ustanovama učeničkog standarda 46 miliona, prema preškolskim ustanovama 64 i ukupno 817 miliona dinara, dakle za finansiranje. Amennyiben egy költségvetés módosítás vagy pótköltségvetés alkalmával további eszközök is a rendelkezésre állnak, akkor idén újabb támogatási pályázatot írhatnak ki, hangzott el az eseményen.